Hát kezdetnek egy őrült apró hirdetés. A nadrágom szakadt, de nem ezt szívet takar. Kérdés, hogy hányat ver percenként. Egy kis sztrájk ügy a Népszabadságban. Lehányták a rakományukat, így próbálták megakadályozni a folyamatos munkát. Hát igazuk is volt, kinek van gusztusa ezek után hozzányúlni. Most viszont földrajzóra következik egy egyetemi tankönyvből. A száraz zónában találhatók földünk legnagyobb sivatagjai, amelyeknek területe valamivel több, mint a szárazföldek teljes területe. Tetszik érteni, ezek a sivatagok körös körül egy picikét le is lógnak a szárazföldek. Hát akkor most egy izgalmasabb hír, élet és irodalom. Teljes üzemmel pesgett a józsefvárosi Borbély negyed élete. Szóval ezek a lányok nem csak masszíroztak, hanem nyírtak is. Csalogató reklám a Közért újságból. Kettőt fizet, egyet kap. Azóta tovább haladtunk, hármat fizet, egyet se kap. Egy kis irodalom az országvilágból. Mert Berzsenyi költeményében is van valami igazság. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget. Hát még akkor is, ha Berzsenyi Dániel ezt a költeményt Vörös Marti Mihály álnéven írta. Nos, egy nulladik típusú találkozás a színházi életben. Naponta friss virágot visz özvegye sírjára. Kérem, azért ez nem semmi, gondoljuk csak meg, saját özvegye sírjára. Szóval visszajár. Hát akkor egy kis egészen mély irodalom a Somogyi Néplapban. A ködös szeptemberi estcsöngyét iskolacsengő világítása bolygatja meg. Tetszik érteni, ordítva világít a csengő. Sárvári étlap részlete. Légy tojás pohárban. Hát, hogy egy gusztus dolga. Utoljára pedig egy tábla Óbudáról. Észkikapcsoló. Engem jobban érdekelne speciál, hogy behol kell.